Sokfajta szerepünk van, mert én azt gondolom, hogy bár nem ismerem személyesen a legnagyobb sztárokat, de szerintem ők közöttük is van egy rakat olyan ember, aki nagyon nagy ember is maradt. Azért érdemes a lehető legtöbb alkalmat megragadni, hogy valakit megdicsérünk, mondjunk neki egy-egy jó szót, mert nem tudhatod, hogy akár 5 év múlva arra az egyetlen egy mondatra fog emlékezni. Ez nagyon fontosnak tartottam akkor, hogy én színész legyek, és jelentkeztem is 2-szer, és persze csalódás volt, de aztán utána rájöttem, hogy én jót tettem azzal a színész társadalomnak, mert ez olyan, mint amikor van az asztalon egy nagy torta, és te nem veszel el belőle, meghagyod a többieknek. Hagytam nekik helyet. Folyamatosan etetjük magukat, legalábbis szerintem néhányan. Néhányan jó dolgokkal, néhányan meg nem. Sokszor megkérdezték tőlem, amikor csak ültem egy baráti társaságban így, arckifejezés, vagy mindenféle mosoly nélkül. És valami baj van, mondom, semmi, nyugi, nekem bent mindig szórják a konfettit. Hogy állsz a halállal? Félsz tőle? Nem, egyre kevésbé. Nincs bennem az a fajta félelem, amit halálfélelemnek hívnak. Meg kell tanuljunk elengedni, tehát hogy én tényleg elengedni és megengedni. Tehát majd megengedni azt, hogy ő már nem lesz, akkor majd gondolok az emlékeire, hogy ugye azért kaptunk 2 kezet, hogy az egyikkel magunkat segítsük, a másik kezünkkel pedig másokat. De mi ez a fajta típusú ember, mindig azon gondolkodunk, hogy oké, hogyan tudunk a többieknek segíteni. Az igazi boldogság az önmagunkban van. Tehát nekem az, hogy zenélhetek, az, hogy olyan emberek vesznek körül, az, hogy élhetem a szabad életemet, vagy pontosabban azt az életet, amire vágytam, én azt nagyon nagy boldogságnak élem meg. Feladat egyben tart. Tehát ha ma egy üres napod lett volna is, te valószínűleg megtöltöd valamivel. Te egy olyan típus vagy, meg én is. Vannak ilyen emberek. És van, aki úgy kell, hogy úristen, megint van hétfő van, és még az eső is esik. Jaj. Szeretettel üdvözöllek titeket. Az első beszélgető partnerem a mai napon egy számomra nagyon kedves ember, Garami Gábor, aki rádiós műsorvezető és zenész egyben. Ez a formális része a bemutatásának, a többire pedig egy kicsit később szeretnék kitérni, de először engedjétek meg, hogy hadd üdvözöljem, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, Gábor. Péter, én pedig nagyon köszönöm a meghívást, és ahogy mondtam neked, miközben jöttünk fel, hogy én meg is lepődtem, és nagyon jól esett, tehát kellemes meglepetés volt, hogy én hogy kerülök ebbe a sorba, úgyhogy először én hadd kérdezek téged. Miután meginterjúoltad a stábomat, így a technikai eszközökről most azonnal átültél abba a szerepbe, hogy engem is kérdezel, de én nem engedem ezt most meg, hanem engedd meg kérlek, hogy, de ki fogom fejteni nyilván a választ, csak most azt szeretném, hogy elkerüljük azt a helyzetet, hogy te kérdezel ebben a felállásban is, mert én egy nagyon értékes embernek tartalak, és van néhány személyes sztorim, amit mindjárt elmesélek, de előtte egy kérdéssel hadd kezdjem, hogy mit szeretnél, hogyha valakit te felhívsz, és meglátja a kijelzőn a nevedet, hogy Garami Gábor hív, akkor mi jusson rólad eszébe? Az egy szabad ember. Egy szabad ember. Aha. Azért kérdezem... Aki éli az álmait. Aha. Azt hiszem. És azért tetszett, hogy te mondtad, hogy rádiós is, zenész is egyben, mert hogy én nem gondolom magam csak egy valaminek. Mint ahogy szerintem mindannyian csinálunk többfélét. Abszolút. Tehát te sem csak egy előadó vagy, hanem vagy egy szemében egy apa, egy kedves ember, aki rengeteg barátnak segít, tanácsokat ad, vidámabbá teszed az emberek életét, szervező is vagy. Szóval én azt gondolom, hogy manapság, meg régebben is mindenki sok minden. A nagyanyám is, aki sütötte a beiglit, volt néha pozitív tanácsadó is, mert bejöttek hozzá a barátnői, és kedves dolgokról beszélgettek. Tehát akkor ő nem csak egy nagymama volt. Különböző szerepeink vannak, igen. Azért kérdeztem, mert az én fejemben, amikor megláttam, hogy hívsz, aminek nagyon örülök, így ilyen lélekemelő, amikor vele találkozom, beszélgetünk, vagy összefutunk, akkor mindig az jut eszembe, hogy Garami Gábor egy jó ember, tehát egy V nagybetűkkel. És ennek kapcsán, hogy ígértem, hadd meséljek el 2 személyes sztorimat, ami azonnal beugrik veled kapcsolatosan. Az első az, amikor egy kifejezetten hosszú előadás után szerettem volna eljutni a mosdóba, és végtelenül megtisztelő módon, akik részt vettek az előadáson, megállítottak a színpad mellett, hogy még egy kérdést, ha lehetne, vagy, és te ezt észlelted, úgyhogy nem is ismertük egymást akkor. Abszolút. És csak azt láttam, hogy széles mosollyal egy nagyon kedves karakter közelít felém, hogy ott a közben már a perifériámon látom a WC irányát, hogy oda szeretnék eljutni, közben azért figyelek és válaszolok arra, és közben jössz te a széles mosollyal és egy palack vízzel, egy életmentő vízzel, és azt mondta, hogy ez biztos jól fog most esni, és nézem, mondom, Úristen, ez a Garami Gábor, tehát már ennyire jó fej, nekem ez volt az első személyes Köszönöm. Élményem veled kapcsolatosan. A másiknál meg egy óriási mulasztásomat szeretném újfentgyónni, mert hogy utána megtiszteltél azzal, hogy eljöttél az egyik arénás rendezvényre műsorvezetőnek,
És én, amikor valakinek a segítségét kérem, elfogadom, igénybe veszem, akkor mindig úgy szoktam, hogy rendezvény végén, akkor ezeket így kiemelem. Legyen szó a stáb bármely részéről, a technikusokról, a hostessekről, bármiről. És akkor én így a rendezvény végén, hát abban az állapotomban, ugye így felhevülve, ott úgy éreztem, hogy mindenkinek megköszöntem a segítségét. És másnap reggel arra ébredtem fel, hogy úristen, a Gábornak nem köszöntem meg. És akkor felhívtalak téged, mondom, Gábor, igen, Gábor, ne haragudj. Tehát mondom, annyira sajnálom, és mit mondtál? Minden oké. Okay. De egyébként tényleg az. De Gábor, ezen barátságok mennek tönkre egy-egy ilyen mulasztáson, és te akkorát nőttél még inkább a szemembe ezáltal, hogy te ennyire emberien tudtad fogadni, kezelni ezt a helyzetet is. Igen, én valahogy gyerekkorom óta mindig szerettem inkább a háttérben lenni. Tehát szeretek a színpadon lenni, de engem nem baj, ha nem említenek meg. Nekem nem baj, ha nem írják ki a nevem a nem tudom én a stáblistára. Én nagyon szeretek dobos lenni a zenekarban, amit nem is mindenki vesz észre. Hát persze észrevesznek, mert jó hangos, de alapvetően én hátul vagyok. Egyébként meg ha már az arénás előadásodra visszatérünk, ott bemutattál engem. Tehát hogy az elején én ki voltam írva, vagy fent volt a nevem. Tehát, hogy én azzal kezdhetem. Mondjuk szerencsére téged nem is nagyon kell bemutatni, én inkább a hálámra gondoltam. Köszönöm tehát nem szépen. A bemutatás részére, az nyilvánvaló, hanem annak rengeteget dolgoztál azért, hogy az a rendezvény úgy sikerüljön, ahogy, és mindezt tetted olyan végtelen türelemmel, alázattal, mint ma reggel is most ide bejöttél, és akkor kérdezem a srácokat, hogy a kávé hol van, vagy akár, és te kezdett, hogy hozzam, intézzem? Tehát, abban a szerepedben vagy. De én erre mondom, hogy sokfajta szerepünk van, mert én azt gondolom, hogy bár nem ismerem személyesen a legnagyobb sztárokat, de szerintem ők közöttük is van egy rakat olyan ember, aki nagyon nagy ember is maradt. Tehát, hogy azzal együtt, hogy nagy sztár lett, ő ugyanolyan kedves, vagy köszön a takarítónőnek, vagy amit te mondtál, hogy külön megköszöni a stáblistában mindenkinek a segítségét. A vizet egyébként meg azért hoztam, mert voltam hasonló helyzetben, én ugye akkor ott rajongóként vagy nézőként voltam ott a te előadásodon, és láttam, hogy téged rengetegen körülvesznek téged, és jó lesne egy pohár víz, mert nekem is olyankor jól szokott esni, és ezért történt. Ez az, amik az apró gesztusok, és milyen nagy értékük van, aminek kapcsán mondtam, hogy annyira szívembe loptad magad, hogy amikor a neved felmerül bárhol, meglátok rólad egy posztot, ugye ismerősök vagyunk a social media abszolút, platformokon is, és akkor mindig ilyen szívet melengető, mert ez az, ami azonnal beugrik, és ez valahol a válaszom is arra, amit kérdeztél az elején, hogy miért is hívtalak meg, mert nekem te ilyen szívember vagy, egy igazi ilyen alázatos jó ember vagy, és amikor ezen gondolkoztam ma reggel, hogy hogyan is szeretném felvezetni, akkor persze a rádiós műsor. Ez a két zenész, ez így igen. Ez azonnal beugrott, és arra voltam kíváncsi, hogy te tényleg mire vágysz akkor, amikor meglátja valaki a nevedet a telefonon, hogy mire gondoljon azonnal. Leginkább ilyenre, hogy örüljön neki, hogy örömmel vegye fel, mosolyogva, szevasz, tehát hogy egy kedves hang legyen. Egyébként meg még az előző dologra visszatérve, hogy ennyire emlékezetes maradt benned a víz, pont te mesélted valamelyik előadásodon, hogy azért érdemes a lehető legtöbb alkalmat megragadni arra, hogy valakit megdicsérjünk, mondjunk neki egy-egy jó szót, mert nem tudhatod, hogy akár 5 év múlva arra az egyetlen egy mondatra fog emlékezni, amit te szoktál is, és gyakran csinálsz emberekkel, vendégeiddel, barátaiddal, nyilván a családtagjaiddal, mert nem tudhatod, hogy akár jó pár év múlva egyszer, tényleg a Péter nekem egyszer azt mondta. És hogy egy puzzle darab akkor összeállt valami az életében. Azért szeretném, hogyha a beszélgetésünk során sokkal inkább rád koncentrálnánk, mint velem foglalkoznánk. Úgyhogy arra hadd kérjelek, hogy mondd el nekem először is azt, légy szíves, hogy ennek a beszélgetés sorozatnak az a mottója, hogy teremtsd újra önmagad. Ha te felidézed az életedben ezt a mottót, ezt a mondatot, ezt a mozzanatot, momentumot, akkor mi az, ami azonnal beugrik így a saját életedből arra, amikor úgy igazán újra kellett teremteni önmagadat? Nekem ez körülbelül 10 évente történik meg, nem tudom miért, másnak 7 évente. Én először mondjuk 20 éves koromban valamiért, akkor onnantól kezdve számolom, akkor leszereltem a katonaságtól, utána felköltöztem Budapestre. Akkor ott eltöltöttem jóval több, mint 10 évet, mert körülbelül 40 éves korom. Egyébként majdnem a következő szám az a 27-28-as szám, akkor kezdtem el rádiózni. Az nagyon megváltoztatta az életemet. Aztán megint jött egy 10 év, mert 39 éves koromban meg fogtam magam és kiköltöztem Amerikába, egy zeneiskolába, hogy tanuljak. Aztán megint eltelt 10 év, most vagyok már 50-en túl, és most megint azt gondolom, hogy újra kell magamat teremteni. Leginkább annak okán, hogy azt látom, hogy a közösségi média meg a digitális platformok mennyire akár jó irányban is megváltoztatták az életünket. Tehát én azt gondolom, hogy most nekem ezt kell tanulnom, hogy mit tudok hasznosítani az elmúlt 50 évből, vagy az elmúlt mondjuk 40 évtől, vagy akkor attól függően, hogy honnan számolom,
illetve mit tudok hasznosítani a digitális platformokon, amit te is elkezdtél. Tehát te is elkezdted, csak ennyit rólad, aztán így érem, hogy keveset fog. Tehát ugye te is először valódi analóg módon nagy előadó termekben. És most ott vagy az online felületeken mindenhol, és az emberek lakásában és otthonában. Szóval én is azt nézem, hogy szoktam mondani, hogy nem szabad bántani a fiatal generációt, hogy egyfolytában a telefonját nyomkodja, mert annak a telefonnak a másik felén, vagy pontosabban annak az aktivitásnak a másik felén ott egy másik ember, tehát valakivel kommunikál. Jó esetben. Tehát persze butocska a játékokat is játszanak néha, de jó esetben a szüleivel kommunikál, a barátjának küld egy smiley-t, küld egy dalt, mert tudja, hogy ez a kedvenc dala is, hogy ezzel ébredjen. Tehát, hogy igen, belekerült a kezünkbe egy digitális eszköz, vagy valami digitális platform. Szóval én valamiért 10 évente úgy tűnik, hogy megvált, vagy vártok, vagy újraépítem magam. Azért, aki kicsit is figyelt, ellejtettél egy olyan számot, ami egészen döbbenetes, hogyha az elmúlt 50 évet nézem. Tehát, hogy én amikor szembesültem azzal, hogy te most hány éves vagy, akkor azt mondtam, hogy menj te a francba, Garami Gábor, hogy 52 éves vagy, ugye férfiként ezt gondolom kimondható, pláne te meg kifejten büszke is lehetsz erre, hiszen remélem úgy veszed, ahogy szándékozom, köszönöm, hogy kölyök arcod van. Tehát, hogy egyébként, a mai napig egy ilyen, barátságos, fiatal srác benyomását keltett, és nekem az 50 éves emberről, mondjuk még a 40-ről is annak idején, amikor én 20 éves voltam, azt gondoltam, hogy 40 éves már öreg, de egy 50-ről meg pláne, és itt vagy te, aki úgy jöttél, hogy egy fes, hihetetlen jó formában vagy, fiatalos vagy, mi a titkod? Hát egyrészt titok nincs, ezt nyilván köszönhetem a szüleimnek, tehát vannak valamilyen gének. Aztán köszönhetem annak, hogy én gyerekkorom óta vegán vagyok, vagy vegetáriánus, az utóbbi években lettem vegán, nem iszom alkoholt, nem dohányoztam soha, nem iszom édes italokat, vagy cukrot, kávét. Nagyjából ennyi. Mostanában reggelente hideg vízben fürdök, mert az valamiért megtetszett egy internetes film kapcsán, ez azt hiszem Wim Hofnak hívják, igen, azt a... Neki van egy metódusa. Igen, erre. És kipróbáltam, és eleinte borzalmas volt, de zseniális. Tehát reggelente hideg vízben fürdök, ami nem fog megfiatalítani, de egyszerűen valahogy frissebbé tesz. Tehát nagyjából ennyi a titkom. Hát azért nagyon sok mindent mondtál, így végig gondolom azt, hogy ehhez képest az emberek mennyi mindent másképpen tesznek, legyen szó az édesíz iránti rajongásról, a kávéval való addikció, tehát különböző dolgok azért vannak itt, amiket végsoroltál, ezek mind-mind összetevők, tehát azért mégis van titok ilyen szempontból. Hívhatjuk annak, de nekem sosem ízlettek. Tehát mondjuk az édességet persze ettem régen, de aztán valahogy eltűnt az édesíz iránti vágyam. Mert hogy sokan ilyenkor azt mondják, hogy mázlista. Azért nem csak a génekről van itt szó. Neked nyilván sportolok valamennyit, de nem viszem, tehát nem vagyok maratoni futó. Visszatérve a Teremtsd újra önmagadhoz, olvastam rólad, hogy kétszer is jelentkeztél a színművészeti főiskolára, és nem vettek fel. Ezt hogy élted meg? Tehát mennyire volt ez nagy álom, vagy inkább csak gondoltad, hogy elindulsz abba az irányba, csalódásként élted meg, mi zajlott le benned? Hát akkor természetesen csalódott voltam. Nekem az akkori nagy sztárjaim a Cserhalmi György, az Eperjes Károly, az Udvaros Dorottya, tehát az a generáció rám nagyon nagy hatással volt, és akkor az ő hatásukra én Montág Imre, aki ugye a főiskolán akkor még tanított, sajnos már nem él, mint beszédtanár, bár Ságodi Gabihoz járok beszédtanárként, aki egyébként meg a Színművészeti Egyetemen tanít, és mert én ezt nagyon fontosnak tartottam akkor, hogy én színész legyek, és jelentkeztem is kétszer, és persze csalódás volt, de aztán utána rájöttem, hogy én jót tettem azzal a színész pályának, vagy a színész, minek mondják ezt, a színész iparágnak, vagy a, mindjárt megtalálom a szót. Talán társadalomnak is szokták. Igen, ezt kerestem, a színész társadalomnak, mert ez olyan, mint amikor van az asztalon egy nagy torta, és te nem veszel el belőle, meghagyod a többieknek. Tehát most ez egy nagyképűen hangzik, de ugye hagytam nekik helyet. Szerintem meg pont nem nagyképű hangzott. Én nem vettem el a torta szeletet, hogy ők csinálják jól, és rengeteg korombeli vagy generációbeli zseniális, Tóth Sanyi, Vasvári Csaba, és még sorolhatnám, rengeteg van, Nagy Ervin, akik tényleg kimagaslóan nagyok lettek. Most az előbb megint mondtál egy olyan dolgot, ami így tátott szájjal hallgatom, mert azt mondtad, hogy beszédtanárhoz jársz. Hány éve vagy a média területén, mint rádiós szakember? 96-ban kezdtem rádiózni. Ez azt jelenti, hogy már negyed évszázada lassan. Igen. És ennek ellenére a mai napig. Egyszer a Szekeres Adriennel készítettünk egy felvételt, igen, és hát ő is egy hihetetlen hangú, csodálatos ember is egyébként a Gáborral, a férjével együtt, és mint énekesnő is le a kalappal, és felhívtam őket, és a Gábor vette fel a telefonját, és mondom, az Adriánt tudod adni? És mondja, hogy nem tudom, mert énektanárnál van. Mondom, hol? Gyémánt lemez után. És ilyenkor mindig az jut eszembe, amikor mondják azt, hogy neked könnyű.
van egy ilyen mondás, hogy ugye a tehetség vagy a talentum az Isten ajándéka nekünk, és az, hogy mi ezt kihozzuk-e magunkból, ez a mi ajándékunk lehet Istennek, az életnek, az univerzum, a teremtőnek. Tehát ilyen szempontból, tehát te beszéd tanárhoz jársz, Gábor? Mert én ezt fontosnak tartom, de megnézed az olimpikonokat, ők se csak az olimpia előtt egy héttel kezdenek el sportolni, hanem ők folyamatosan sportolnak. Igaz, hogy csak 4 évenként tudják felmérni a tudásukat. Tehát, hogy te is minden héten elmész fodrászhoz, mert rendbe tartod magad. Te is minden nap megadod magadnak a legjobbat. Most is, ahogy beszélgettünk, mondtad, hogy reggel hanganyagokat hallgattál, és előadásokat hallgatsz folyamatosan, pedig hát te mit nem tudsz még az életről vagy a világról? Folyamatosan etetjük magunkat. Legalábbis szerintem néhányan. Néhányan jó dolgokkal, néhányan meg nem. Ez nagyon jó dolog, hogy így állsz még mindig ezekhez a dolgokhoz, és szerintem, mert én az van bennem, hogy amikor akár műsorvezetőként is, hogy milyen összeszedett vagy, milyen profi vagy, és hogyha ennek egy kicsit mögé nézünk, akkor ott azért rengeteg dolog van, ami ennek a kis spiritusza, ugye mondják, hogy az ördög a részletekben bújik meg, tette is a felkészültség. Szoktál még lámpalázas lenni? Egyre kevesebbszer. Leginkább olyan alkalmakkor, amikor mondjuk nagyon-nagyon nagy színpadon kell beszélni, vagy nagy, mint például nálad a sportcsal. Azért az ott volt tényleg 10 000 ember. Szóval lehet, hogy hallgatók vagy rádiós műsorvezetőként sokkal több emberhez beszéltem, de senkit nem láttam. Azzal nem szembesültél? Hát ott ülök egy stúdióban. Tehát ott nincs ott volt 10, tehát körülnéztem, a lelátó is, tehát azért az egészen más. Tehát valószínűleg ott értettem meg egyébként, hogy mit érezhetnek a nagyon nagy sztárok, Robbie Williams, vagy a hazai nagy sztárok, amikor kiáll Kovács Ákos a színpad elejére, és tele az aréna, 2-szer. Hát az elképesztő érzés. Tehát ott azért kicsit remegett a lábam. És mit teszel ilyenkor? Tehát, hogyha ezt érzed, hogy van benned egy ilyen druk, légzés? Mélye, persze. A légzés az sokat segít, azt a jogából tudjuk szerintem. Jogázol is? Igen, picit csak, tehát azért nem vagyok joga instruktor, de szoktam, csak így nyújtogatom magam. De hát valószínűleg te is, nyilván ott, én persze bent voltam a színfalak mögött, és láttam, hogy te is mielőtt felmentél a színpadra, nem tudom, te minek hívod, vagy meditáltál egyet, vagy átgondoltad a 3 kezdő mondatodat, de hogy te is felkészültél arra a belépőre. Az az anyag, amivel 15-20 helyre is elküldted, amikor be akarták kerülni ugye a rádiós világba, az egy örkény 1 perces volt. Emlékszel rá, hogy melyik? A megváltó. Nagyon így megmaradt szeretem. Akkor. Igen, és arról szól, hogy elkezd evezni az író, és talán Volentik bácsinak hívják, majd utána nézek, vagy lehet, hogy be tudod vágni azt az örkény 1 percest. Én nagyon szerettem, meg hát most is szerettem az örkényt. Idén Pilinszky például 100 éves, tehát én például Pilinszky verset is vittem a felvételire. Egy másik területre vagyok nagyon kíváncsi, mert én bármikor találkozom veled, sőt, ma reggel, ahogy rád kerestem a világhálón, akkor megnéztem a képeket, és minden egyes képen mosolyogsz, Gábor. Te mindig mosolyogsz? Elmondom, miért kérdezem. Nemrégen volt lehetőségem, hatalmas megtiszteltetés volt, hogy dr. Máté Gáborral készítettem egy interjút, és ő azt mondta, az lett a címe is egyébként az interjúnak, hogy aggódom azért, aki mindig mosolyog. És nálad is mindig ezt látom. Tudta, hogy elő fogod hozni. Hogy megengedett, hogy belássunk egy kicsit a kulisszák mögé, a felszín mögé, ugyanezt találjuk, vagy azért neked is van rossz kedved, neked is vannak olyan időszakaid, amikor így borúsabb az év. Persze, hát folyamatosan, nem folyamatosan, de nekem is van gyakran, viszont van egy nagyon kedves zenész barátom, és ő szokta azt mondani, hogy sokszor megkérdezték tőlem, amikor csak ültem egy baráti társaságban így, arckifejezés, vagy mindenféle mosoly nélkül, és valami baj van, mondom, semmi, nyugi, nekem bent mindig szórják a konfettit. Tehát, hogy én belül jól vagyok, csak tényleg nem mindig van ez. Vagy ülsz egyedül a kocsiban, meditálsz, zenét hallgatsz. Gyakran benézek én is máshoz, és nem mindig mosolyog, és akkor aggódom, hogy baj van, és közben nem biztos, hogy baj van. Finoman fogalmazva, nem mindig mosolyog, tehát azért a többség az ilyen eléggé búval béleltem. De nekem is van ilyen, persze. Én is szorongok, én is mentem el tanácsadóhoz, vagy pszichológushoz, vagy tettem fel kérdéseket nálam előrébb levő embereknek, mert érdekelt a tanácsuk, vagy a zenekarban például nekem nagyon-nagyon jó barátom, a Temesi Berci, akivel együtt muzsikálok, ő például bár nálam jóval fiatalabb, de mégis nagyon sok dologban ad tanácsot. Vagy ott van a saját öcsém, aki szintén fiatalabb nálam. Vagy ott van az anyám, vagy ott vagy te, aki nagyon sokszor segítettél. És mindig azt szoktam mondani, hogy ezek az emberek egy dologban jobbak nálam, kívülről látnak. Tudod, tehát lehet, hogy nem tudom most ki a világ legjobb teniszezője, de miétek nálam még a Björn Borg. Nálam meg Agassi volt. Na, lemaradtunk egy 16-oddal, de hát
náluk egyetlen egy jobb teniszező volt abban az évben, amikor ők megnyerték a Wimbledont, az edzőjük. Mert ő kívülről látta őket, és azt tudtam mondani, hogy figyelj, az az ing az nem jó, mert vibrál, vagy a hajad ne így, mert a kamera nem. És lehet, hogy neked így tetszett, az operatőr beállította, hogy figyelj, ne azt az inget vedd fel. Objektívebben látja kívülről. Egy kicsit azt gondolom, hogy én nagyon szeretem ezeket a külső segítségeket, és ők pont olyankor szólnak, amikor csak így ülök, és nincs végtelen mosoly. Mi a legfőbb félelmed? Mi a legnagyobb félelmed, Gábor? Az, hogy mondjuk a zenét elveszítem, de hát hány olyan zenét, vagy a világ, tehát a látást elveszítem. Akkor a hallásodra gondoltál a zenek kapcsán? Vagy akár a effektív az, hogy valóban hangszeren tud játszani a kezeddel. Igen, azt nem szeretném. Hogy állsz a halállal? Félsz tőle? Nem, egyre kevésbé. Szoktam néha az anyámat felhívni, és akkor mindig egyfelől azt mondja, hogy kisfiam, te őrült vagy, hogy figyelj, ha esetleg már nem érnek vissza erről az útról, akkor tudd, hogy én nekem nagyon teljes életem volt. Szóval azt érzem, hogy sok mindent megértem. Persze nem voltam még multimilliárdos, nem tudtam alapítványt csinálni az árva gyerekeknek, nem tudtam zenészeket segíteni, de egy pici módon már ebbe belekóstoltam, egy pici módon már sok mindent megéltem, már volt piros sportkocsim, már jártam Trabanttal, már éltem panelban, már éltem a, nem tudom, a Rózsadom tetején albérletben, tehát hogy voltam Amerikában, láttam a tengerpartot, igaz, hogy az Antarktiszon még nem voltam, de hogy persze nem szeretnék meghalni, de nincs bennem az a fajta félelem, amit halálfélelemnek hívnak. Egy kicsit hadd variáljam még a kérdést, hogy mi a helyzet a szeretteid kapcsán ugyanígy ebben a témában. Tehát most az édesanyádat említetted az előbb, hogy az ő elmúlásával kapcsolatosan hogyan vélekedsz? Mert én azt veszem ki a szavaidból, hogy azért neked elég szoros a kapcsolatod anyukáddal. Igen, elég jó vele, de én azt gondolom, hogy meg kell tanuljunk elengedni. Tehát, hogy én tényleg elengedni és megengedni. Tehát majd megengedni azt, hogy ő már nem lesz, akkor majd gondolok az emlékeire. Nekem nagyon korán, mint hogy szerintem jó néhányunknak nagyon korán kerül haláleset az életébe, és nem csak nagyszülők, hanem barátok, osztálytársak, szerelmek, és nekem már 20 éves koromban korombeliekkel szembesültem, hogy ők meghaltak. És akkor mindig azt mondtam, hogy lehet, hogy azért majd az akkori, ma már nem létezik ilyen Lipót mezőn végeztem volna, de hogy most, ha akarom, akkor az én nem élő apám, aki 25 éves volt, amikor ő meghalt, most lehet, hogy ott ül azon a széken. És büszke rám, és azt fogja neked mondani az előadó, vagy a beszélgetés után, hogy Péter, köszönöm, hogy meghívtad a fiamat. Ez csak egy gondolat. Én odaraktam az apámat, és ha akarom, ott ül. Nagyon gyakran, amikor mondjuk hosszú útról hazaérek, akkor belenézek a visszapillantóba, és azt mondom, hogy hello, Fater, köszönöm, hogy itt utaztál velem. Ez ennyi. És mondom, lehet, hogy engem ezért a Lipót mezőre visznek majd, ma már nem létezik, de hogy bárkit ide ültethetek magam mellé. Ha akarom, most itt ül Miles Davis, az egyik nagy kedvenc zenészem. És miután befejeztük a beszélgetést, játszik majd nekünk egy dalt. Ez lehet, hogy én kreáltam magamnak ezt a világot, de könnyebb ettől. Ez a legfontosabb, szerintem, hogy a kulturálisan is vannak különbségek, hogy egyszer volt lehetőségem Mexikóban megfigyelni ezt, tudod, mennyire másképpen állnak az elmúláshoz, hogyha valaki elhagyja a testét, akkor ott fehérbe öltöznek, és hatalmas ünnepséget tartanak, hogy végre kiszabadult ebből a porhüvelyből, tehát hogy milyen jó már neki, hogy ő már ott van. Nézzük azt a másik részét, ami ugye az ellenpólusa a félelmek mellett, a vágy, mi a legfőbb vágyad? Hát a vágyam mindenképpen az, hogy még szabadabb ember lenni, és még jobban azt tenni, amit szeretnék, mert ugye van az a mondás, lehet, hogy tőled hallottam már, nem tudok, nem vagyok benne biztos, hogy ugye azért kaptunk két kezet, hogy az egyikkel magunkat segítsük, a másik kezünkkel pedig másokat. Tehát, hogy segítsd a családod, segítsd, vagy van a másik mondat, amit szintén nagyon szeretek, ez a John Fitzgerald Kennedy mondta, hogy a felemelkedő árvízzel valamennyi hajó felemelkedik. Tehát te, amikor elkezd, és mondtam, hogy nem beszélek róla, de te, ahogy elkezdtél felemelkedni, először volt 5 követőd, aztán 25, aztán 50, aztán most sportcsarnokokat töltesz meg, és most rengetegen követnek a közösségi oldalakon, és embereknek segítesz egy-egy mondatoddal, egy-egy vendégeddel, egy-egy jó időben oda tett gondolatoddal, és én nekem ugyanez a vágyam, hogy legyek egy olyan, szoktam mondani, hogy ez olyan, mint egy cső, vagy én nekem a kedvenc Shakespeare drámám a Szent Iváni álom, amiben ugye van a fal, és a falon van egy rés, és azon a résen keresztül kommunikálnak a szerelmesek. Hogy én csak a rés akarok lenni, vagy az a cső, amin keresztül jön a tudás. Szóval, hogy te sem feltétlenül vágysz arra, hogy te aranyérmeket kapj, és koszorúkat tegyenek a fejedre az előadásod után, hanem te szereted ezt csinálni, mert akkor valahogy máshogy rezegsz, és más energiák vannak benned. Ezzel abszolút egyetértek én most, hogy a kérdező székében ülhetek,
elképesztően élvezem, tehát nekem ez valami fantasztikus, hogy most nem én beszélek, hanem hogy ti tiszteltek meg engem, minket azzal, hogy megosztjátok a gondolataitokat, és abszolút úgy szelektálok, hogy akiket így én tisztelek, szeretek, becsülök, azokat hívom el, és te nagyon erősen ebbe a körbe tartozol. De azért kérdeztem rá a vágyakra is, Gábor, mert az előbb szinte levegővétel nélkül annyi mindent felsorolt, hogy miket éltél már meg. Éltem itt, éltem ott, volt piros autó, volt ez, volt Trabant, tehát ugye két végleteket, és hogy mi maradt még azért. És azzal kezdtem. Abszolút. Mi maradt még, ami azt érzed, hogy addig rám ne kaparják a földet, amíg. Egyébként pont amikor Amerikából hazajöttem, azért kerestem tanácsadókat, segítőket, pszichológusokat, nem tudom kit, hogy azt a kérdést föltegyem nekik, hogy mi van azután, amikor, bár nekem mondom, nem volt jachtom, meg magánrepülőm, meg nem volt luxus ingatlanom a Rózsadom tetején, de mi van, amikor minden hónapban megvan a számládon a mondjuk 50 ezer euró, vagy forintban nagyon sok, vagy mi van, amikor már 45 karórád van és rájössz, és akkor rájöttem, hogy az van azután, vagy a fölött, amikor elkezdesz rájönni, hogy ezt add tovább inkább. Tehát, hogy a klasszikus, hogy úgysem tudod a sírba magaddal vinni a legdrágább karórádat sem. Pont a napokban néztem meg a Minimalista című filmnek a második, a 2021-es verzióját, mert 2015-ben forgatták az elsőt, ami arról is szól, hogy próbálj minél kevesebb dolgot magad körül teremteni, mármint magad körül használni, és hogy találd meg, hogy mi az elég. Szóval nálam például a gardrób úgy néz ki, hogy már nincs 25 zakó, hanem van mondjuk 4-5 az, ami divatos, aztán ha majd kimegy a divatból, vagy kinövöm, vagy nem tudom, kifogyok belőle, akkor azt továbbadom valakinek. És akkor megveszem a következőt. Vagy próbáljak olyan értékeket vásárolni, ami mondjuk 25 évig divatos marad. Annyira jó hallgatni téged, mert közben eszembe jutnak azok a gondolatok, amik az előző interjúkból így felsejlenek, hogy amikor például a dr. Daubner Bélával volt lehetőségem beszélgetni, és ő is arról beszélt, hogy a szenvedés egyik legfőbb melegágya az a birtoklás iránti vágy. És hogy most éppen arról beszélsz, hogy mennyire felszabadító az, hogyha az ember ezeket a fizikális, materiális dolgokat így le tudja vetkőzni, és hogy inkább az élmények világába vágyódva. Abszolút. A másik, ami eszembe jutott meg, hogy van egy ilyen mondás, ami arról szól, hogy ha több jutott neked, mint elég, akkor nem magasabb kerítést, hanem nagyobb asztalt teremts. És hogy pont erről szól, hogy amikor már visszaadsz, és ez egy csodálatos dolog, hogy ez így erősödik az emberben. Nem is tudom, hogy ez nálam is hasonlóképpen van, és nem tudom, azon gondolkodom, hogy ez inkább vajon a korhoz, vagy a tapasztaláshoz lehet köthető, mert az én esetemben sem volt mindig így, legalábbis másképp mondom, az én esetemben nem mindig nem így volt. Így nálad így. Mindig így volt? Nem. Egyébként még egy dolog az előző gondolathoz, hogy azért nem akarok álszent lenni, meg te sem vagy az, szép lakásban élünk, szép ruhákban járhatunk, szép autónk van, de meghúztam egy vonalat, hogy mi az elég. Lehet, hogy vehetnék háromszor ilyen értékű autót, de úgy vagyok vele, hogy nekem ez tényleg elég. Egy fekete bogárhátúval járok most éppen, bár nemrég adtam el, most éppen elektromos autókban gondolkodom, mert valamiért annak. De abból sem biztos, hogy meg akarom venni a legújabbat, a legdrágábbat, hanem vagy például lakásban is tudom, hogy mondjuk mi az a méret, ami nekem elég. Hangszerben is. Régen volt olyan, hogy nem tudom, 25 cintányér volt körülöttem. Ma már rájöttem, hogy biztos, hogy használom minden 25-öt? És nem. Azért ebben van egy olyan rész, Gábor, hogy először megtapasztaltad azt. Persze. Mert én is, amikor fiatalként vágytam arra, hogy érezni akarom, hogy milyen, és te nem megtapasztalod, és azt mondtad, hogy ez üres. Persze. Illetve nem üres, mert jó, mert te én is szeretek tiszta ruhába jönni, szép lakásba hazamenni. De nem biztos, hogy annak a lakásnak, mondom, és nem bántak senkit, aki a Rózsadom tetején lakik, vagy él, de nem biztos, hogy kell mondjuk, ha egyedül élek, akkor 250 négyzetméteresnek lennie. De ha valakinek az kell az életéhez, mert azért van 250 négyzetméteres lakása, mert hetente kétszer kurzusokat tart, és oda bejön 40 ember, akkor neki kell 200. Érted? Tehát, hogy én sem szeretnék most már panelban élni, vagy nem tudom, egy kis pici lerobbant autóval járni. Én valahogy ez az arany középút nyilván, amit szeretek megtalálni. Ehhez kapcsolódik ez a gondolat is, és soknál több az elég. Mert most ezt jártunk körül végig. Az üres jelzőt ezt csak arra használtam, vagy arra akartam mondani, hogy Brian tanította nekem, hogy semmi sem olyan jó, mint amilyennek elsőre látszik, és semmi sem olyan rossz, mint amilyennek elsőre látszik. Tehát amikor az ember vágyakozik valamire, hogy megszerezze, birtokolja, amikor azt megkapja, legfeljebb egy nagyon elenyésző ideig adja meg azt az örömérzetet, és utána úgy értem az üres, hogy már nem fogsz egy autótól, vagy egy bármilyen ilyen materiális dologtól azt a
azt az adrenalint, azt a dopamint, azokat a különböző boldogsághormonokat érezni, mint magánál, a vágynál éreztél. Amíg elértél oda. De addig, amíg ezek a nagy tanítók, akinek a vállán állva mit beszélgetünk, azt tanítják, hogy... De jó fogalmazás volt ez a vállán, de hát abszolút. Hogy fogadd el azt, hogy ez nem fogja megadni. De amikor a fiataloknak is tarthatok előadást, megtisztelnek az, hogy meghallgatnak, akkor ők még azt mondják, hogy jó, majd ha megtapasztaltam majd utána, akkor persze. Nyitott vagyok erre, de először érezni akarom. Persze, de gondolom, te soha nem is prédikálsz a fiataloknak, hogy ne vágyjatok szép autóra, éld meg! Én mindig arra biztatom őket, hogy a vagy helyett ésben gondolkozzanak. Tehát, hogyha tudsz elég értéket teremteni, akkor lesz lehetőséged arra, hogy neked is jusson, és tudj továbbadni is. De már megint rólam van szó. Tehát én azt szeretném, hogyha veled foglalkoznánk, Gábor. Igen, tehát egyébként én például azt is gondolom, hogy a 10 évenkénti megújuláshoz, vagy 7 évenként, kinek hogy tetszik, nekem pont az a kérdésem most, hogy ezeken túl mi lesz a következő állomás? Tehát van a mondás, mely szerint a feladat egyben tart, és én szeretnék továbbra is egyben maradni, de ehhez mindig új célok kellenek, és nekem most például azok a céljaim, hogy a körülöttem levő dolgokat feljebb emelni, nyilván magamat is, tehát hogy most pont ennyi évesen is még mindig albérletben élek, és most például szeretnék valahogy egy kis saját lakásra szert tenni. Most ez is egy cél lett, apró célok. Aztán nem tudom, én szeretném a zenekaromat kicsit feljebb emelni, ugye a felemelkedő árvízzel, bár most ugye senki nem zenél, de ez remek lehetőség arra, hogy többet gyakoroljunk, új dalokat írjunk. Nem tudom, én elkezdtem a képzőművészettel foglalkozni, mert rájöttem, hogy engem az nagyon régóta érdekel, és mindig foglalkoztatott. Akkor imádok filmeket akár nézni, vagy készíteni. Most például szeretnék majd riportfilmeket készíteni valakiről. Tehát, hogy magyarul, ha egy gyűjtőfogalom köré tenném, akkor valószínűleg ez is olyan, amit sokan csinálunk, és akkor most nem csak rólad beszélek, hogy értéket teremtünk azon túl, hogy nekünk van egy szép karóránk, vagy egy picit kényelmesebb lakásban lakunk, mint az átlag. Tehát, hogy te a kényelmesebb lakásodból mindig valószínűleg, jó, nem csak te, mert akkor már megír rólad, de mi ez a fajta típusú ember, mindig azon gondolkodunk a kényelmes lakásunkban, meg a szép autónkban, hogy oké, hogyan tudunk a többieknek segíteni. Emlékszem, milyen feltörő hála, öröm, boldogság volt bennem, amikor egyik ilyen hajnali rituálémban, én ma is 4-kor keltem, megcsináltam a magam kis... Na ezt a titkodat viszont te árulj, de hogy tudsz 4-kor kelni. Egyszerűen lelkes vagyok, és ez nekem olyan szép a magyar nyelv, hogy tehát nem ébresztő óra, meg semmi esemény, mert egyszerűen így hú, de jó, tehát, mert imádom, mert imádtam, hogy veled találkozhatok. Én is imádom ezt az egészet, ami körülöttem van, azok az emberek, az Oli, a Balázs, akik most itt vannak. Tehát nagyon szeretem azt, amiben élhetek, és ezért végtelenül hálás vagyok. És nagyon érdekes, hogy tényleg igaz az, mert most ezt azért elég rendesen kifiléztük szerintem körbe ezt a matéria is, nem, hogy a világon legjobb dolgok azok nem is dolgok, Gábor. Tehát az az egy-egy momentum, amit az ember így megdobogtatja a szívét, az ami egészen fantasztikus. És úgy örülök, hogy ebbe is egy hullám hosszon mozgunk. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem merült fel bennem egy-két lehetséges ötlet a jövőt illetően, úgyhogy majd erre a forgatás után kitérünk. Viszont egy érdekesség, hogy megint csak ahogy a Google-t használtam veled kapcsolatosan, beírtam a nevedet, és tudod, hogy mi a mások mire kerestek még, hogy mi volt az első ebből? Nem. Garamik Gábor magassága. Nem akartam elhinni, tehát ugye arra volt a kíváncsiak, nem, hogy milyen magas vagy. Aha, 1,84. Akkor most ezt sokan megtudták így, oké, és a másik pedig az volt, hogy Garamik Gábor párja. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezt nagyon sokszor felteszem önmagamnak is, azoknak a lányoknak vagy hölgyeknek, akik tükörként érkeznek az életembe, hogy én miért vagyok még mindig egyedül. Vagy nagyon válogatós vagyok, vagy egyre háklisabb lettem, vagy nagyon tudom, hogy mit keresek, és az a valaki az majd előbb-utóbb meg fog érkezni. Szoktam azt fogalmazni magamnak, hogyha, persze ez csak azért jobb lenne, ha nem így történne, hogyha az életem utolsó hetében találom meg az igaz szerelmet, ami egy hétig tart, én akkor is örülni fogok. Mert én bevallom, azért nagyon szeretek vadászni, kalandorkodni, én egy ilyen vagabond típus vagyok, erre viszonylag korán rájöttem. Megmondom, az álmaimban mindig egy olyan valaki szerepel, akivel még nem találkoztam. És az is lehet, egy nagyon jó barátom szokta mondani, ő is ilyen hasonló vagabond életet él, hogy szerinted nem lehet, hogy mi nem vettük észre, csak már ott volt. Ez is lehet. Mert a mondat szerint, mely mindig az akkori legjobb döntésed, vagy az akkori legjobb tudásod szerint döntesz, akkor valószínűleg lehet, hogy őt nem vettem észre. És lehet, hogy volt rengeteg értékes lány már az életemben. Vágyom egyre jobban a társra, ezt nem tudom titkolni.
Ahelyett, hogy most ebbe próbálnék bölcsen állást foglalni, csak egy kérdés, hogy láttad azt a beszélgetésünket, ahol az előbb már említett dr. Daubner Béla, a dr. Buda László és a Gánti Bencével beszélgettünk, és ott az a címe Találkozás önmagaddal. Igen. Ebből lett ugye később a könyv is, de azért hoztam szóba, mert ott az egyik ilyen kardinális téma az a nagy ő kérdése volt, és csak szeretettel ajánlom figyelmetbe, az nagyon érdekes nézőpontokat hoztak, pro és kontra, hogy most van nagy ő, vagy nincsen, vagy mindegyik nagy ő, vagy senki nem az, vagy egy van, vagy több is lehet. Igen. Nem akarok most ebbe belemászni, ez most csak egy baráti észrevételként mondtam, hogy ha van kedved, akkor... Meg fogom nézni. Egyébként keresgetem is, mert meg, ha jól tudom, a filozófiának az egyik definíciója az, hogy mindenben kételkedsz. Uh-huh. Tehát mi van, hogyha nem az a valós érték, amit ránk a keresztény egyház, vagy nem tudom, és nem akarok nevesíteni senkit, vagy bántani, ránk tett, hogy de igen, ásókapa és a nagyharang életünkben csak egy valaki van. Mi van, ha minket nem kérdeztek meg, és az emberi természetben, a génjeinkben nem az van benne, hogy egy férfinek kell egy nővel leélni az életét. Vagy ugye a mai nagy liberális gondolkodás kapcsán nem is biztos, hogy nővel kell, vagy férfivel kell leéljük az életünket. Vagy nem is biztos, hogy egy férfivel, vagy egy nővel. Tehát régen, ha megnézzük az ősközösségeket, és ott nem feltétlenül, és egyáltalán nem feltétlenül a szexuális kötődésekre gondolok. Tehát rengeteg olyan ősközösség volt, vagy ma is vannak ilyen önfenntartó közösségek, ahol ők nagyon jól el vannak. Lehet, hogy néha vannak párcserék, lehet, hogy néha nincs szexuális aktivitás hónapokig, mert másról szól a dolog. Én nekem valahogy ez az egy férfi, egy nő dolog nem jött össze eddig. De nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy ez jó. Hölgyeim és uraim, Garaim Gábor, szingli, eladó, úgyhogy itt egy remek lehetőség. Hát csak azért mondom, mert egyébként nyilván én barátként tekintek rád, köszönöm. És csak azt tudom mondani, hogy végig nagybetűkkel igaz, jó ember, ahogy kezdtem is a felvezetőmben. Egyébként meg tényleg kifejezetten a korodat meghazudtolva elképesztően jó formában vagy, fiatalos, dinamikus vagy, úgyhogy szerintem mindenképpen jó parti vagy, de hát ennél nagyobb kerítést már nem akarok itt látványosan, de szerintem ez tényleg egy izgalmas dolog, hogy mi áll még előtted, és kívánom, hogy találd meg a boldogságot, talán csak ennyi, hogyha ezt köszönöm. Bármilyen felállás. Szerencsére megtaláltam, mert ugye azt te is meg jó néhányan valljuk, hogy az igazi boldogság az önmagunkban van. Tehát nekem az, hogy zenélhetek, az, hogy olyan emberek vesznek körül, az, hogy élhetem a szabad életemet, vagy pontosabban azt az életet, amire vágytam, én azt nagyon nagy boldogságnak élem meg. Van is az a gondolat, hogy ne tegyük feltételek, vagy ne kössük feltételekhez a boldogságunkat. Persze, én is örülök egy pohár víznek, ha szomjas vagyok, én is örülök egy ölelésnek, ha vágyom egy ölelésre, de én anélkül is jól vagyok. Nyilván törekszünk arra, hogy ha szomjasak vagyunk, minél előbb megtaláljuk azt a pohár vizet, de egy darabig tudunk szomjazni. Most meg Csíkszentmihályi gondolatai jutottak eszembe annak kapcsán, hogy amikor ő mondta ezt, hogy az ember az teleologikus lény, magyarul célorientált, és itt beszélgettünk arról, hogy mennyi vágy van, amit el akarsz élni. Másik oldalról, meg az érme másik oldala, hogy az örömteli, elégedett, boldog élet, ha így szeretnénk definiálni, akkor a sztoicizmusban ugye úgy hangzik el, hogy a meglévő dolgok fölötti örömködés. Uh-huh. Tehát amikor azt mondod, mint a székely, amikor a kiadós reggeli után ugye hátradett kézzel körbejárta a birtokát, és azt mondta, hogy most úgy vagyok, hogy köl. És hogy azt érzem Abszolút. Most belőled, hogy te úgy vagy, ahogy köl. Egyébként igen. Már most eszembe jutott, hogy mondtad a Szent Mihályt, hogy szívesen azt a Winchestert, ami a te fejedben van, átmásolnám az enyémbe, mert rengeteg jó könyvet olvashattál, de komolyan, hogy ezeket fejből, ez jó, és most már nem foglak többet dicsérni, de azt szívesen átmásolnám azt a Winchestert. Szóval egyébként igen, azt hiszem, egy kicsit az az érzés van bennem, hogy hazaérkeztem, azt csinálom, amit szeretek, olyan emberek vesznek körül, szeretem a főnököm, szeretem a zenekari tagjaimat, nem tudom én, jó lemenni a közérbe, mert mosolygok a közértesre, még akkor is, ha őt kicsit rondább. De nekem is ehhez egy út kellett, tehát nem voltam ilyen 20 évesen. Volt, hogy én is annyira utáltam a főnökömet, hogy én nem akartam bejárni dolgozni. Nehéz elképzelni rólad. De volt ilyen időszak. Már mondjuk elég régen. Vagy inkább az osztályfőnökömet, mert ahogy elkezdtem dolgozni, én először dolgoztam árvaházban, aztán elkezdtem, voltam egy évig statiszta az Operettszínházban, azt nagyon szerettem. Még a Novák Tatával, ő volt a koreográfus, meg a főrendezője annak a darabnak. Aztán utána viszonylag korán elkezdtem dolgozni. Ott szerencsére mindegyik főnököm olyan volt, Rókus Valvi, Tere István, Szever Pál, Tisztartó Titus. Tehát mindenkivel olyan viszonyba kerültem, most a Mikus Tamara, akivel együtt dolgozom a Sláger FM-nél, akivel öröm Csiszár Jenővel is imádtam dolgozni. Azzal együtt, hogy ő azért egy nagyon szigorú mester, tanító mester volt nekem. Van kedved játszani? Abszolút.
A játék lényege, egy elég spontán szituációba kalauzollak, hogy mesélj nekünk el három dolgot magadról, ami megdöbbentő, és az egyik legyen valótlan. Tehát olyat, amit így nem lehet rólad olvasni. Na most például ez, hogy ha ez belefért volna példaként, mondom csak, hogy mondjuk árvaházban dolgoztál, ezt én nem találtam rólad az interneten, és ez olyan szívet melengető. De lehet bármilyen sztori, hogy leugrottál, felmentél, nem akármi lehet, három sztori, egy kicsi gondolkodás időt azért nyilván adok neked, három sztori, ami ilyen döbbenetes Garami Gáborról, ami az egyik, az valótlan. Találtam, megpróbálom mind a hármat. Igen. Hát. Ezt nevezem. Az egyik az, figyelek, hogy a 80-as évek végén a saját öcsémmel egy dunaújvárosi garázsban, aminek van aknája, egy Trabantnak a motorját ketten kicseréljük. Aztán jó néhány évek később, körülbelül 40 évesen Los Angelesben egy színpadon játszok Pinkkel. Pontosabban én dobolok Pinknek egyik dalára. És a harmadik pedig az, hogy személyesen találkoztam az egyik legnagyobb kedvenc színészemmel, Robert De Niroval, ez szintén Los Angelesben történt, és oda mentem hozzá autogramot kérni, és mondta, hogy annyira megtetszett neki az az attitűd, ahogy én oda mentem hozzá, hogy leültünk, és megittünk egy limonádét. És beszélgettünk pár szót. Melyik lehet a valótlan? Én annyira szeretném hinni, hogy a Trabant. Nem, az igaz volt. Oké. Okay. A Pink igaz volt, sajnos nincs dokumentálva, de igaz volt. Komolyan. És a Robert De Niro nem volt igaz. Komolyan a Pink? A Pink nem... azért volt igaz, mert amikor tényleg Los Angelesben voltam, zeneiskolába jártam tanulni egy évig, és akkor voltak ott is ilyen úgynevezett jam sessionök. Ami azt jelenti, ami Magyarországon is, bár most ugye a Covid alatt nincs, de hogy vannak klubok, ahová lemennek zenészek, és ott cserélgetik egymást. És ahogy Magyarországon lejön a Falusi Marian, meg a Szekeres Adrián és óriási zenészek lejönnek és ott beülnek egy-egy dalra, ott ült a Pink. És én is lementem egy barátommal oda a zenét hallgatni, és egyszer csak feljött a színpadra a műsorvezető, hogy a következő dalhoz szeretnénk kérni egy dobost. És mondtam, én jönök, gyere, ülj be. És szeretnénk kérni még egy énekesnőt is. És akkor ott voltak nyilván nem ismert énekesnők, de a Pink az akkori barátjával ott ült. És mondta, én szívesen feljönnék. És egy Janis Joplin dalt eldobott, vagy eljátszott. És hátra nézett, ismered azt a dalt? Hogy mondom, persze, hogy ismerem, is ment. És így remegett kezem, lábam. De hát sajnos ez csak egy jam session klub volt. Tehát nem sajnos, de... Fantasztikus. Szóval jó. Egyébként érdekes Amerika, mert hogy ott közel kerülhetsz ilyen emberekhez, de van, hogy az egész életedet úgy éled le, hogy csak egy pincér vagy, és arról álmodozol, hogy te legyél a Pinknek a dobosa. Szóval az egy nagyon érdekes világ ott Amerikában. De hát erről sokan valószínűleg te is jártál. Én ott szerelmes azért vagyok Amerikában. Meg hát Brian kapcsán te is rengeteg. Én azért, mert annyira tényleg a lehetőségek földje. És valójában ugye van ez a gyémánt mezője elmélet, ezt nem tudom, mennyire ismered, ami egy farmerről szól, aki a hírét hallja annak, hogy gyémántot bányásznak más területén a földnek, és annyira lelkes lesz, hogy abból lesz gazdag, hogy elad mindenét, és útra kell, és elmegy a gyémánt mezőkre, sikertelen lesz, nem talál gyémántot, és ott hal meg szegényen, mert minden vagyon arra megy, hogy ezt az utazást finanszírozza. Mindeközben az új tulajdonos, aki megvette a birtokát, sétál hátul az udvaron, és ott csörgedezik egy ilyen kis patak a kert végében, és ott látja, hogy valami megcsillan. És amikor a kezébe veszi, akkor úgy tűnik, mintha így tényleg ilyen érdekesen csillogna az egész. Elviszi bevizsgáltatni, és a világ legnagyobb gyémántja volt az. Ez persze egy kitalált történet, viszont tanulságos szerintem, mert a konklúziója az nyilván az, hogy ahelyett, hogy máshol keresnénk a valódi kincseket, azok ott vannak mindig körülöttünk ebben a beszélgetésben, a mai reggelben, és minden olyanban, ami számunkra igazán ilyen lelket emelő. Én azért mondtam reggel azt a kifejezést, vagy a reggel kapcsán, hogy lelkes vagyok. Tehát én, ahogyha úgy keltek fel, lelkes vagyok, az nekem mindennél többet ér. Mert van a mondás, amit ma már mondtam, hogy a feladat egyben tart. Tehát ha ma egy üres napod lett volna is, te valószínűleg megtöltöd valamivel. Te egy olyan típus vagy, meg én is, akkor megint csak ne rólad meg. Mi többes számba beszélünk, vannak ilyen emberek. És van, aki úgy kell, hogy úristen, megint van hétfő van, és még az eső is esik. Jaj. Tehát, hogy oké, akkor ma esik az eső, ma nem megyek ki az utcára, de akkor nem tudom, rendben, akkor a ruhatáram vagy átnézem a könyves szekrényt, hogy biztosan mindent használok-e belőle. Azért ez egy beszédes információ, megint róla te szoktál pihenni, tehát olyat, hogy nem csinál semmit. Most az jutott eszembe, hogy a Dalai Lámáról volt egyszer egy ilyen nagyon jó mém, hogy ott volt előtte egy ilyen hatalmas doboz, és oda volt írva a szövegbuborékba, hogy
úristen, végre azt kaptam születésnapomra, amire mindig is vágytam. Mi volt? Semmi. Ja, tehát, hogy most az jutott eszembe, hogy nekem azért nem minden napom van így tele. Én imádom azt, hogyha van olyan, lehet olyan idősávom, amikor nem csak semmit. Te Péter, szoktál ilyet magadnak adni? Pontosan szoktam, mert hogy minden eszközünkön, az összes okos eszközön van egy gomb, amit úgy hívnak, hogy kikapcsoló gomb. Én azt nagyon szeretem. Most is például repülős üzemmódban van a telefonom, és nem csak azért, persze nyilván azért is, hogy a kamerákban ne csörök. De én nagyon, én nekem éjszaka mindig úgy van. Van, hogy egy hétvégére kikapcsolom, mert akkor pihenni akarok. Hegyet mászni, vagy dobolni egész nap. Például dobolás közben lehet, hogy neked se venném fel a telefon, tehát, hogy, mert akkor azzal akarok időt tölteni. És akkor látom, hogy te kerestél, oké, időm lesz, visszahívlak. Tehát én például soha nem veszem fel úgy a telefont, hogy ú, ne harag, hogy mindjárt visszahívlak. Megadom a tiszteletet annak, aki hív, hogy odafigyelek rá. Ha nem tudom felvenni, az anyámnak se veszem fel, ezt már tudja mindenki a családban. De én is nagyon sokat pihenek. Nekem most ez így kerek ez a beszélgetés. Köszönöm. A kérdésem az, hogy az utolsó szó jogán te valamit szeretnél mondani, üzenni, megfogalmazódott-e benned valami? Nekem is kerek volt. Örülök. És köszönöm a meghívást, mert sok olyan dolgot hozták ki belőlem, ami úgy már lent volt. Nagyon örülök, hogy itt voltál velünk, nektek pedig köszönjük a figyelmet, hamarosan újra találkozunk. Köszi, Gábor! Legjobbat!